Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Fejlesztik Nyíregyházán a kertvárosi BMX kerékpáros extrém pályát. 30-at csapat vett részt a kezdődobás program második tornáján. Sportfórumot tartottak az idén 40 éves nyíregyházi Móric iskolában. A Sportiskolák Országos Szövetségének képviselői látogattak az aranyba. Fejlesztik Nyíregyházán a kertvárosban található BMX pályát, mint Szabó Tünde sportért felelős államtitkár elmondta, az állam 6,3 millió forinttal támogatja a beruházást. Nagyon fontos, hogy ez egy új generációs sportág, és amely sportágak használják ezt a pályát, ahol most vagyunk, azok mind-mind extrém sportágakból indultak, és lám-lám most már olimpiai sportágakká növik ki magukat. Éppen ezért nekünk is haladni kell a korral, és kiszolgálni a fiatalokat, a kerékpár sportág képviselőit, hiszen a kerékpár maga a világ legnépszerűbb sportágához tartozik. Ennek vannak szakágai, például a BMX, ahol most láthattunk bemutatókat is. Nagyon fontos, hogy olyan pályán edzenek, ami biztonságos, ami korszerű, ami, hogyha versenyt szeretnénk rendezni, akkor azt is lehessen rajta. Jöjjenek ide a környék fiataljai, vagy akár az országból is. Nekünk itt Nyíregyházán van a legnagyobb pályánk az országban. Ezt nagyon fontos, hogy fejlesszük, építsük tovább, és ezáltal is fogunk tudni segíteni a fiataloknak. Egyrészt, hogy kipróbálhassák magukat ebben a szakágban is, másrészt pedig, hogy legyenek élsportolóink, akár olimpikonjaink is, hiszen mindannyian nagyon büszkék leszünk rájuk, hogyha egy-egy nemzetközi eseményen képviselik a hazájukat, illetve a városukat. Úgyhogy a mai napon bejelentése is került az első ütemnek a fejlesztése, hiszen megkaptam a Nyírségi Kerékpárosok Sportegyesületétől az igényeket, és 6,3 millió forintot tudtunk az első körben biztosítani nekik ennek a pályának a korszerűsítésére. Természetesen nagyon sok mindent szeretnének, tehát itt egy teljes komplett szabadidős központot szeretnének létrehozni, ahova tényleg nemzetközi sporteseményt is lehetne rendezni, és ennek kapcsán mi mindent meg fogunk annak érdekébe tenni, hogy ez létre is jöhessen. Ugye azt látjuk, hogy Nyíregyháza épül-szépül fejlődik, sport létesítményekben is, és nagyon büszkék lennénk arra, hogyha a kerékpáros szakágakat is ki tudnánk ezáltal szolgálni. A kerékpár az egyik olyan sportág országúti szakágban, amelyben világversenyeket rendeznek az elmúlt években Nyíregyházán a megyében. Folytatódik-e ez a tendencia? Igen, természetesen. Nagyon-nagyon fontos az, hogy így a példaképeket közvetlenül látva lehet tapasztalni, érzékelni, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani, és jöjjenek sportolni, próbálják ki magukat akár a kerékpár sportágban is, legyen nekik lehetőségük arra, hogy akár versenyezzenek, akár hétköznapi, mindennapos tevékenységként lássák el az egészséges életmódot, és így egy kicsit bele tudunk úgymond segíteni az egészséges aktivitásba is nekik, és ezáltal, hogyha a gyermek, illetve a fiatal sportos, a család is az lesz. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mindenki sportoljon, és ezáltal lesznek utánpótlás nevelésben és élsportban is sikeres versenyzőink. Egy 6,3 milliós támogatás a mai rendezvény apropója, a háttérben látható pálya fejlesztésére fordítjátok. Mire elég ez az összeg, mit fogtok ebből kivitelezni? Ebből a pályának a burkolatát fogjuk felújítani. Ugye a burkolata az erózió miatt elég komoly terhelésnek van kitéve. Éves szinten kell cserélni rajta jelentős számú lemezt. Most egy bemutatót láttunk, de amúgy szezonban, mikor az időjárás engedi, milyen élet van ezen a pályán? Mivel nem fedett a pálya, így az időjárásnak eléggé ki van téve. Tehát amikor versenyeket szervezünk, azért is kell tartani esőnapot, például kell halasztani. Hogyha jó az idő, akkor itt elég komoly jelez zajlik. Tehát 15-20-25 srác az folyamatosan itt edz, napi szinten, illetve megpróbáltuk a parkot olyanná tenni, hogy a családtagok, a szülők is ugye le tudjanak ülni, el tudjanak fogyasztani egy kávét vagy egy üdítőt, és tudják nézni ugye a kisebbeknél, ugye a csemetéknél a fejlődést, illetve a nagyobb srácok, azok pedig gyakorlatilag van, amikor sátraznak itt este. A kerékpársporton belül mennyire népszerű és mennyire veszélyes ez a szakág?
Nagyon népszerű. Réteg sportnak számít, de a népszerűsége az magas. A veszélyessége az pedig veszélyesnek mondható, de hogy mondjam, a kezdők azok úgysem mennek neki nehéz gyakorlatoknak, tehát ez olyan dolog, mint a rúdugrás, hogy nem mindenki 6 méteren kezd. Illetve nekem itt az edzéseket a kicsiknek az Újvári Zolika tartja, akinek a kezébe profi helyen vannak a srácok. Ő ugye nemzetközi szinten versenyez, tavaly Spanyolországban elég komoly eredményeket is ért el. Ugye a magyar csapatnál ő elég komoly kvóta szerzőnek számít, és ő edzi, ő foglalkozik a picikkel, úgyhogy ő figyel rájuk. Visszatérve a pályához, ez a felújítás az első lépés, hová szeretnétek eljutni, hová nőhet ki ez a létesítmény? Én nagyon szeretném elérni, hogy ez a pálya fedett legyen, mert akkor a 12 hónapból 10 hónapra, akár 12 hónapra is, de 10 hónapra totálisan biztosítani tudnánk azokat a feltételeket, ami az edzéshez és versenyzéshez kell. Eleve az esőt ugye, és az ilyen szeles időjárást azt ki tudjuk akkor ütni. Versenyek szervezésével gyakorlatilag októberben is nyugodtan, kényelmesen tudnánk versenyt rendezni. Én azt szeretném, hogyha ez egy olyan családi mozgáspark, egy olyan komplexum lenne, ahol az időjárás befolyásolása nélkül bármikor ki tudnak jönni a szakágat kedvelők. Nyíregyházán a Continental Arénában rendezték meg a kezdődobás program második megyei tornáját. A cél az, hogy minél több gyerekkel ismertessék meg a kézilabda alapjait. Néhány héttel ezelőtt 26 csapat vesz itt a kezdődobás program első idei nyíregyházi rendezvényén, most 10-zel több csapat van. Ilyen jól sikerült az első, vagy most jobban sikerült a mozgósítás? Ugyanannyi energiát fektetett bele a Megyei Kézilabda Szövetség a kezdő program megszervezésében, de most valószínűleg, hogy az influenza járvány egy kicsit lecsengőbben van, sokkal könnyebben tudták a pedagógusok, edzők mozgósítani a fiatalokat. Az U8-as, U9-es korosztályt láthatjuk itt ma, és 40 csapatnak kellene körülbelül lenni, de ma is veszítettünk még a reggeli órákban még egy csapatot, így van 36 csapat a pályán. A megye több területéről, több helyéről, több településéről érkeznek a csapatok. Milyen élmény vár azokra a gyerekekre, akik reggel felülnek a buszra és este érnek haza? Az az igazság, hogy viccesen kicsit nem szakmaian megnevezve, azt tudtam mondani, hogy a szerelem első látásra program. Reményeink szerint az ideérkező gyerekek rögtön beleszeretnek a kézilabdába. Egy olyan látványsportágról van szó, melyik egyik legsikeresebb szerintem Magyarországon. A gyerekek itt csak pozitív élményt tudnak nyerni. A Megyei Kézilabda Szövetség, hogy egy kicsit a játékélményt növelje, műzliszteletekkel készül, szól a szene számukra, és azt reméljük, hogy ez egy olyan tartalmas nap a szülőknek és a gyerekeknek egyaránt, hogy kellő odafigyeléssel és gondoskodással itt maradnak a sportágunkban. Sok kritika éri a mai fiatalok a gyerekeket, hogy nagyon elmennek az elektronikus kütyük irányába. Ha itt körülnézünk, azért jó alkatú, mozgékony, mozgásügyes gyerekeket látunk. Őket még nem kapta el a gépszi, vagy pedig ők a sportos kivételek. Reméljük, hogy ők a kivételek, de az az igazság, hogy ezek a technikai kütyük szerintem a későbbi korosztályt szokták érinteni. Jó lenne, hogyha már addig annyira kötődnének a gyerekek a sportákhoz, hogy meg tudnák találni azt a kellemes balanszt, egyensúlyt, hogy megmaradnak a kütyük is, de marad a sportág is. Vannak szülők is szép számmal. Mi a dolga annak a szülőnek, aki látva az ittenieket úgy dönt, hogy kézilabdáztatni szereti a gyerekét? Az az igazság, hogy amikor az U8-9-es kezdőprogramot az utánpótlás igazgatóság megszervezi, ennek egyrészt az a célja, hogy megismerjék, népszerűsítsük a sportágat, másrészt pedig elsősorban a szülőket kell ide kötnünk, hiszen ők lesznek azok, akik vállalják azt a kötelezettséget, hogy hétvégéről hétvégére a gyerekeket viszik a edzésekre és a mérkőzésekre. Azt szoktuk mondani, hogy ez egy életmód. Ez hozzá kell szokni a családnak is, hozzá kell szokni a gyerekeknek is, a rendszeres sportmozgáshoz és ahhoz a fegyelmezett életmódhoz, amit a sportág megkövetel, de azt gondolom, hogy ez olyan nyereség hosszú távon a szülőknek is és a gyerekeknek is, hogy ez jó út, jó jövőkép a gyerekek számára. A sportág népszerűsítése mellett a Megyei Szövetség egyik veszőparipája, a játékvezető képzése. Ezen a területen mi jelenleg a helyzet? Nem tudok, hogy a játékvezető albizottságnak tagja vagyok, úgyhogy ez szívügyem a játékvezetői képzés. Létezik egy mentorprogram nálunk, aminek a neve JAM, és alapfokú játékvezető tanfolyamot pedig most már az elmúlt 7-8 évben minden évben indítottunk. Annyi változás van most itt, hogyha valaki a pályán körülnéz, akkor szokott látni a játékvezetőket, akik ilyen neonzöld, velünk a kézilabda című pólóban vannak. Ők már azok az alapfokú tanfolyamon résztvevő fiatal játékvezető palánták, akik már itt találkozhatnak a sportággal, megmérettethetik magukat, és reméljük, hogy ők is itt maradnak közöttünk. Lesz-e még tavasszal hasonló rendezvény? Igen, reményeink szerint még májusban ugyanilyen kezdődobás program lesz, és utána pedig jön a nyár, a strandkézilabda.
csak úgy, mint az előző alkalommal, most is csapattal képviselitek Csengervárosát. Milyenek voltak az első benyomások, az első rendezvényen? Nagyon szuper volt a hangulat. Ugye ezt kényszerűségből úgymond rendezték ide a Continental Arénába, a kisiskolás bajnokság U8, U9 fiú-lánynak a küzdelmeit. Sok gyereknek ugye először ez a nagy monumentális hely, amikor bejött, csak néztek körbe, mert sokan ugye tornaszobában edzenek, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. Szülők szívesen elengedik egy ilyen túrára a gyereket, mi a tapasztalat? Én azt tapasztalom, hogy igen. Mondjuk kell hozzá egy olyan edző, akiben bíznak, egy megfelelő csapathangulat, és akkor ezzel nem szokott probléma lenni általában. Ugye ilyenkor nem számolják még az gólokat, az eredményt, de a gyerekek azért látják, hogy ki dob gólt, ki nem dob gólt. Milyen élményeket szerezhetnek a pályán, ti pedig mit szűrhettek le? Ki lehet már ilyenkor szűrni az, ha valaki tehetségesebb, jobb mozgáskoordinációja az átlagnál? Igen, a gyerekek is a 10-es számkört elhagyták, úgyhogy igencsak számolják az eredményt, illetve fent a lelátón a szülők pedig még jobban. Ez az ilyen kis kulisszatitok, de az már annyira nem is az. Igen, le lehet, mert ugye ennek a kornak, ahogy mondta is, a koordináció képesség fejlesztés nagyon fontos dolog, és hogyha megvan valakinek az ugrása, a futása, a különböző koordináció, lövőkészség kialakítása, akkor az nagyon látszik már, esetleg a térérzékelése, kinek hogy passzol. A kapusoknál még szerintem egy kis idő kell, mi kiforja magát, de egyébként már nyomokban látszódik. Milyen lehetőségek vannak Csengel, ugye van a sportágnak múltja a városban, milyen a jelen, milyen lehet a jövője, ha találsz egy tehetséges gyereket, meddig juthat el helyben? Felnőtt megyei csapatunk van, női csapatunk, szeretnénk visszahozni a férfi csapatot is, de inkább a lányokkal foglalkozunk, már óvodás kortól egészen a felnőtt korig, úgyhogy ezt szeretnénk erősíteni. Egyébként van még futszál is Csengerbe, illetve atletizálni is lehet, úgyhogy még lehet, hogy sportágat is váltanak a gyerekek, nem szabad megkötni még ebben a korszakban őket. Egykori diákjaik részvételével tartott a sportfórumot az idén 40 éves nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskolában. Az intézmény igazi utánpótlás nevelő bázisnak számít, számos későbbi kiválóság kezdte sportolói karrierjét a Móriczban. 1981-től, 82-től datáljuk az iskola megszületését. A 82-es, 83-as tanévben nyitotta meg kapuit. Ezt követő tanévben már emelt szintű testnevelés tagozatot is tudott indítani iskolánk. Akkor még a 14-es számú általános iskola néven futott. Elődje a 4-es iskola sportos osztály voltak. Tulajdonképpen a foci suli nevet kapta évtizedek alatt iskolánk. A futball hozta azokat az eredményeket elsőként, amelyekre büszkék vagyunk a 40 év alatt. De természetesen más sportágak is fejlődtek és megjelentek. A lányok kapcsán a röplabdára lehetünk büszkék. A mai napig nagyon szép eredményeket, diákolimpiai, többszörös diákolimpiai bajnoki címet mondhat magának az iskola, a Diáksport Egyesület csapatunk. Az atlétika is olyan terület, ahol az utóbbi időben jelentkeznek a szép eredmények. Hogyha most itt hirtelen egy-két nevet említenem, akkor a Tóth Fruzsina és Tóth Dalma a röplabda kapcsán, vagy Tóth Balázs most legutóbb a Nyíregyházán rendezett fedett pályás atlétikai bajnokságon egyéni csúccsal súlylökésben nagyon szép, tiszteletre méltó eredményt ért el. Természetesen szeretnénk továbbra is a sportos vonalat képviselni az iskolán belül. A fiúk esetében továbbra is a labdarúgás lenne az a vonal, amit favorizálunk, illetve hát a gyerekek kedvel foglalkoznak ezzel a területtel. A lányoknak továbbra is tudjuk ajánlani, és szeretnénk a röplabdát tovább erősíteni ezt a vonalat. És az atlétika területén igyekszünk
a jövőben is felkutatni azokat a tehetséges tanulókat és versenyeztetni, akik szép eredményt érhetnek majd el iskolánk színeiben a jövőben. Tudjuk azt, hogy a Móricz iskola az gyakorlatilag a sportnevelés, az utánpótlás képzés egyik bástyája itt Nyíregyházán. Feckó Tamás milyen élményekkel, milyen tapasztalatokkal gazdagodott itt annak idején? Amúgy is szerettem a sportot, de Tóthenyben és Tamás Kálmánban azt mondom, olyan testnevelők voltak, akik mellett nem lehetett nem szeretni minden sportágat. Emlékszem még a Szöulő olimpián, tehát minden reggel úgy kezdődött, hogy amikor jöttünk be, Janibán már kérdezte, hogy hány aranyérmünk van, milyen eredmények voltak. És tényleg rengeteg élmény, amikor itt belépünk, akkor az előjön. Hiába már 30 éve volt sajnos. Nagyon sok jó emlékem van innen, hiszen innen indult a karrierem is, hogyha lehet így fogalmazni. Nagyon sok barátnőt és nagyon sok élménnyel gazdagodtam itt. Megismerkedtem ugyebár a röplabdával, amit a mai napig űzök, és nagyon örülök annak, hogy ezt is adta nekem az iskola. A visszatérő diákok milyen példát tudnak mutatni a mostani fiataloknak, illetve hogyan emlékeznek ők vissza az itt eltöltött évekre, tapasztalatokra? Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan tanítványunk van, akik példaértékűnek számítanak a jelenlegi tanítványaink előtt. Pontosan ezért is jött az az ötlet a testnevelő kollégáimmal. Úgy gondoltuk, hogy iskolánk ebben a tanévben ünnepi 40. évfordulóját, és ezen alkalomból a mai nap 14 órától rendeztünk egy sportfórumot, melyre visszahívtuk volt tanítványainkat és támogatóinkat, hogy tudjanak beszámolni az eddigi elért eredményeinkről, és mutassanak utat a jelenlegi és a jövőbeli tehetségeinknek. És hogyha egy kicsit még a jelennel vagy a jövővel foglalkozunk, most milyen itt a sportélet a Móricz iskolában? Pontosan most zajlanak a megyei diák olimpiai döntők. Már túl vagyunk a 4. korcsoporton, ahol bejutottunk az országos elődöntőbe. Holnap lesz a 3. korcsoportos megyei diák olimpiai döntő a Nyíregyházi Sportcentrum utánpótlás bázisaként. Mindkét korosztályban első osztályú csapatként versenyzünk, és igen jó eredménnyel. A U13-as csapatunk vezeti a ranglistát, pillanatnyilag a középszakaszban vagyunk, és ami azt jelenti, hogy már benn vagyunk az országos döntőn, aminek az ideje május 7-8-9, az U15-ös korcsoporttal pedig most zajlanak a középszakasz mérkőzései, jelenleg a 3. helyen állunk. A sportiskolák országos szövetségének szakemberei látogattak el a Nyíregyházi Aranyiskolába. A vendégek az iskolában zajló utánpótlás képzésről tájékozódtak. Iskolánk 1976 óta működik. Kezdettől fogva meghatározta az életét a sport, hiszen uszodával rendelkezünk. A tanítványaink számára az első és legfontosabb tehát, hogy megismerkedjenek az úszással, az úszás többféle úszás nemével, és ebben, ha lehet, akkor már kicsikortól kezdve jelentős sikereket érjenek el. Ahogy növekszenek, lehetőségük van arra, hogy más sportágakat is megismerjenek, és akkor így először szivacskézilabdával, a lányok a röplabdával ismerkednek, végül pedig az utóbbi időben szép sikereket értek el az atlétika területén, illetve a tornászaink is országos döntőbe jutottak. Az intézmény megjelentett egy kiadványt is az elmúlt 45 évről. Mit is lehet erről tudni? Ebben a kiadványban próbáltuk meg összegyűjteni azokat a sport eredményeket, ami az elmúlt 45 év alatt az iskolánk eredményeit fémjelzi. Ezek a neves sportolók nem csak országos, hanem nemzetközi szinten is értek el eredményeket. Tulajdonképpen három részre lehetne bontani: az iskola kezdeti idejében elért eredmények, és itt Szabó Tünde államtitkárasszonynak a nevét említeném, vagy Kőkény Rolandét, aztán a közelmúlt sportolóit, mint például Fucsovics Mártont, és természetesen nem szabad megfeledkezni azokról a diákjainkról sem, akik a mai nap
is hozzánk járnak, és nagyon jól teljesítenek nemzetközi szinten, például Hatházi Dóra, aki néhány héttel ezelőtt a Marseille-i úszóversenyen aranyérmes lett. A célunk legfőképpen az volt ezzel, hogy éreztessük a volt tanítványainkkal, hogy nem feledkeztünk meg róluk, és a mai napig büszkék vagyunk rájuk. És példát szeretnénk állítani a jelenlegi sportolóink és tanítványaink elé. A Sportiskolák Szövetsége ellátogatott ide az Arany János Általános Iskolába és Gimnáziumba, Nyíregyházára. Milyen indítatásból jöttek, illetve milyen előismerettel jöttek ebbe az intézménybe? A Sportiskolák Országos Szövetsége 1993-ban alakult, tehát a szakmai területén egy hagyományos, régi szakmai szervezetről van szó, viszont 2018-ban stratégiai megállapodást kötöttünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkárságával. Az államtitkárság, magyar kormány a SIOSZ-ra, Sportiskolák Országos Szövetségére bízta egy nagyon értékes programját, ez pedig a sportiskolai program. Ennek a programnak 81 tagja van, 81 iskola vesz részt az ország minden részéből ebben az értékes programban. És a feladattervünk között szerepel, éves munkaterv szerint, hogy a 81 támogatásban részesülő tagjainkat munkaterv szerint meglátogatjuk, egyféle szakmai kontroll, szakmai egyeztetést szeretnénk végrehajtani. Évente általában 8-10 iskola tud sorra kerülni. Előirányozhat ez adott esetben különböző fejlesztéseket is? Kettő dologról van szó, ami nagyon-nagyon fontos, az egyik maga az állami támogatás programja. És azt azért büszkén elmondhatja a Nyíregyháza és a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola. Nem véletlenül van még a színe is úgy kiírva, hogy aranybetűkkel, aminek kettős üzenete van. Ez az iskola a pedagógiai programját tekintve is, és a sport utánpótlás nevelést, a köznevelés területén azt az emelt szintű, igazi hagyományos értelembe vett értékes testnevelés oktatást, abban a tantestületi munkában, amely az iskola produkál, méltán vesz részt ebben a programban, gyakorlatilag már 2007 óta, a program indításától kezdve. A SIOSZ egyik feladat, hogy említettem, ezt a szakmai programot folyamatosan gondozni kell, és az államtitkársággal mindig leegyeztetni, hogy melyek azok az iskolák, akik méltók ezt a programot vinni. Nagyon komoly értékmérő, konkrét számadatokon keresztül mérjük, értékeljük az iskolákat, és ennek alapján is megalapítható, hogy a Nyíregyház Arany János iskola az valóban az élmezőnyhöz tartozik. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.